az elmúlt két hét ez elég zavaros volt, nem nagyon láttuk a végét még egy másfél héttel ezelőtt, hogy hogyan is fogunk tudni rajtozálni, de szerencsére sikerült megoldanunk, úgyhogy ennek örülünk. Alapvetően egy ilyen összeszakós versenynek készültünk, egy versenyre készültünk, nem nagyon ismertük az autót, hiába teszteltünk egy 60-70 kilométert, de ugye esett az eső, vegyes talaj volt, nem nagyon tudtuk a száraz beállításokat kipróbálni, úgyhogy még most tapogatózunk, de az autó tetszik, határozottan tetszik most már. Így az első nap végén azt mondhatom, úgy érzem, hogy van benne potenciál, csak ez még egy kicsit idő kell, hogy elő tudjuk hozni, vagy legalábbis magamat is erre rá kell állítani, hogy ezt az autót hogyan kellene vezetni. De úgy az érzés jó. Ami nagyon fontos, hogy egyik autóba se ültem ilyen kényelmesen, tényleg. Ez nagyon tetszik, hogy pont úgy ülök, ahogy mindig is szerettem volna, úgyhogy ez már jó. Meg még egy-két apró dolog, ami van, ami nagyon tetszik benne a Skodához képest. De úgy más, minden ugyanaz nagyjából, csak maga az érzés egy picit mégis különbözik. Alapvetően nem nagyon volt más. De egyébként, ha őszinte akarok lenni, évelején gondolkoztunk benne, de akkor valamiért volt egy jobb alternatíva. Most nem volt más mihez nyúlnunk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor jöjjön, aminek jönnie kell. De egyelőre én nem bánom, nem bántam meg, aztán majd meglátjuk, hogy itt a továbbiakban hogy tudunk vele menni. Két hetünk volt, hogy egy új autót és csapatot találjunk. Így utólag azt mondhatom, hogy jól sikerült a választás, bár bevallom, hogy már évelején is gondolkodtunk ebben a felállásban. Akkor volt egy más választási lehetőségünk és amellett döntöttünk. Most viszont úgy voltunk vele, hogy akkor próbáljuk meg. Picit tartottam tőle az elején, hogy hogyan fog ez működni. De úgy voltam vele, hogy most, ha már minden új, akkor próbálják meg bízni ebben a csomagban, hogy ennek működnie kell, és szerencsére működött. Úgyhogy az autó nagyon jó, tényleg nagyon, nagyon szuper. Az elején is már nagyon jó volt az érzés,
mert tehát a Skodához képest sokkal kényelmesebben ülök ebben, és ez nagyon fontos, hogy végig tudok összpontosítani, aztán itt a végére pedig már itt a beállításokban is kezdtünk abba az irányba menni, ahol, ami szerintem működnie kell, és nagyon jó volt. Hát ez az agyvarulnát, ezt nagyon élveztük mind a három körben, úgyhogy ez tényleg nagy. A pálya is nagyon jó, az autó is nagyon jó volt, az új navigátorom is, úgyhogy nagyon élveztük ezt a versenyt. A harmadik helyen sikerült bejönnünk, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt Hadik-Bandiéktól megörököltük, ők sajnos beestek, amit nagyon sajnálunk, de alapvetően még el se jutott a tudatom, még ez az eredmény, hát kell még pár nap, amíg ezt fel tudom dolgozni, mert ez életem eddigi legjobb eredménye, úgyhogy ez nem számítottam rá egyáltalán, úgyhogy várom a folytatást. Most itt az eredmény azt mutatja, hogy jó sikerült ez az összeszokás, ugye most még az autó is új volt, ráadásul nem csak a páros, úgyhogy mondom őszintén, nekem is egy kicsit várakozásom felüli. Én egy ilyen top 5-ös helyezést aláírtam volna még otthon, amikor elindultam, meg a mezőnyt elnézve. Hát most szerencsénk is volt, meg volt, ahol már szerintem egész jól mentünk, főleg itt a szeredeket nézve, úgyhogy szerintem abszolút jó. Gábor nagyon ügyes, van benne potenciál, úgyhogy ez a történet szerintem jó lesz.